az elmúlt hetekben ugye nem sikerültek úgy a mérkőzések, ahogy mi szerettük volna, hogy elterveztük. Ez eredményben nem mutatkozott meg. Én azt gondolom, hogy a mérkőzésekkel mutatott teljesítmény az nem feltétlenül tükrözi azt, amit visszakaptunk eredménybe. Úgyhogy abszolút nem vagyunk kétségbeesve. Én azt gondolom, hogy a csapat ki fog tudni jönni ebből a hullámvölgyből. Ehhez az kell, hogy a hibáinkat leredukáljuk, és a kapu előtt egy kicsit higgadtabbak legyünk és eredményesebbek. Úgyhogy nyugodt vagyok, hogy hétvégén mindenki megfelelő akarással és motivációval fog párra lépni, és nem lesz benne a fejekbe az, hogy most az elmúlt hetekben esetleg nem úgy sikerültek az eredmények, ahogy azt szerettük volna. Mint a csapat egyik legtapasztaltabb, legtöbbet látott tagja, Varga Józsi, személyesen hogyan tudja segíteni a csapattársakat abban, hogy tényleg visszataláljunk a helyes útra, a győztes útra? Ha lehetőséget kapok hétvégén, akkor a teljesítményemmel szeretném fölfele húzni a csapatot és motiválni. Mindemellett természetesen azért elég sokat beszélek a társaimmal a hétköznapokban és az edzéseken, edzések előtt, edzések után a pályán. Próbálom támogatni őket és segíteni, de az igazából nincs semmit nem, hogyha az ember a pályán nem tudja megmutatni azt, hogy végül is mire képes, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy a pályán tudjak olyan teljesítmény nyújtani, ami azt ki tudom vívni, hogy igenis hallgassanak rám a társaim. A következő ellenfelünk a Ferencváros. Ha az ő legutóbbi három meccsüket megnézzük, ők sincsenek a legjobb paszban. Mi meglovagolhatjuk ezt? Jó ez nekünk, hogy a Fradi nincs éppen csúcsformában? Én azt gondolom, hogy ebből nem szabad kiindulnunk. Ferencváros jó csapat, tiszteljük őket, de bennünk van a kvalitás. Mutattuk már ezt korábban is, más csapatok ellen is. De kell vetkőznünk a hibáinkat, azokat az egyéni hibákat, amiket elkövettünk az elmúlt pár mérkőzésen, és akkor nincs mitől félnünk, én azt gondolom.